Múzes első könyve, 44. rész, József serlegét Benyámin zsákjába rejtik. Azután József ezt parancsolta a háza felügyelőjének, töltsd meg ezeknek az embereknek a zsákjait élelemmel, amennyit csak elbírnak vinni, de mindegyiknek a pénzét tedd a zsákja szájába. Serlegemet, az ezüst serleget pedig tedd a legkisebbik zsákjának a szájába, gabonája árával együtt. Ő pedig úgy tett, ahogyan József meghagyta neki. Reggel, amikor világos lett, útra bocsátották az embereket szamaraikkal együtt. Kimentek a városból, de még nem jártak messze, amikor József azt mondta a háza felügyelőjének. Indulj, eredj azoknak az embereknek a nyomába. Ha utólérted őket, ezt mond nekik. Miért fizettetek rosszal a jóért? Hiszen ez az, amiből inni szokott az uram, sőt, jósolni is ebből szokott. Gonosz dolgot cselekedtetek amikor utolérte őket, el is mondta nekik mindezeket. Ők azonban ezt felelték neki. Miért mond az én uram ilyeneket? Távol legyen szolgáittól, hogy ilyesmit tegyenek. Hiszen azt a pénzt is visszahoztuk neked Kánaán földjéről, amit zsákjaink szájában találtunk. Hogyan loptunk volna hát urat házából ezüstöt vagy aranyat? Az, akinél megtalálják szolgáit közül, halljon meg, mi magunk pedig az én uram rabszolgái leszünk. Ő ezt mondta, legyen hát úgy, ahogyan mondtátok, de csak az lesz a rabszolgám, akinél megtalálják, ti szabadok maradtok. Erre mindegyikük sietve lerakta zsákját a földre, és kinyitotta a zsákját. Ő pedig végigkutatta azokat, a legidősebbnél kezdte, és a legkisebbnél végezte. Végül a serleg Benjamin zsákjából került elő. Akkor ezek megszagadták felsőruhájukat, majd minnyáján fölrakottak a szamarukra, és visszatértek a városba. Júda könyörög Benyáminért. Amikor Júda és testvérei bementek József házába, ő még otthon volt. Földre borultak előtte, József pedig ezt mondta nekik. Hogy csinálhattatok ilyet? Hát nem tudjátok, hogy a magamfajta ember jósolni is szokott? Júda így felelt. Mit mondjunk az én uramnak? Mit szóljunk és mivel igazoljuk magunkat? Isten hozta napvilágra szolgáit bűnét. Most már rabszolgái vagyunk az én uramnak mi is, meg az is, akinél a serleget megtalálták. De ő ezt mondta. Távol legyen tőlem, hogy ezt tegyem. Csak az lesz a rabszolgám, akinél a serleget megtalálták, ti pedig menjetek el apátokhoz békességgel. Ekkor Júda odalépett hozzá, és ezt mondta. Kérlek, uram, hadd szóljon egy szót hozzád, uramhoz a te szolgád, és ne indulj haragra a te szolgád ellen, hiszen olyan vagy te, mint a fáraó. Amikor az én uram ezt kérdezte szolgáitól, van-e apátok vagy testvéretek, akkor mi azt feleltük az én uramnak, van még nekünk egy öreg apánk és egy kisebbik gyermeke, aki öregkorában született neki. Ennek a bátyja meghalt, és mivel ő egyedül maradt meg az anyjától, azért szereti őt az apja. Te ezt mondtad szolgáidnak, hozzátok előtt hozzám, hadd lássam saját szememmel. Mi azt feleltük az én uramnak, nem hagyhatja el az a fiú az apját, mert ha elhagyja, meghal az apja. Te akkor ezt mondtad szolgáidnak, ha a legkisebb öcsétek nem jön el veletek, ne kerüljetek többi a szemem elé. Mi elmentünk apánkhoz, a te szolgádhoz, és elmondtuk neki az én uram beszédét. Mikor aztán apánk azt mondta, hogy vásároljunk megint egy kis élelmet, mi azt feleltük, nem mehetünk. Csak akkor megyünk el, ha velünk lesz a legkisebb testvérünk is, mert nem kerülhetünk annak az embernek a szeme elé, ha a legkisebb testvérünk nem lesz velünk. Akkor apám, a te szolgád ezt mondta nekünk. Ti is tudjátok, hogy csak két fiút szült nekem a feleségem. Az egyik elment tőlem, és én azt gondoltam, Biztosan téptesét nem is láttam viszont mindmáig. Ha ezt is elviszitek tőlem, és szerencsétlenség éri, akkor őszfejemet a bánat miatt a holtak hazájába juttatjátok. Ha most úgy térek vissza apámhoz, a te szolgádhoz, hogy nincs velünk ez a fiú, akihez lelkéből ragaszkodik, és ha meglátja, hogy nincs meg a fiú, akkor meghal és szolgáid a bánat miatt juttatják apánknak, a te szolgádnak őszfejét a holtak hazájába. De szolgád így vállalt kezességet apámnál ezért a fiúért, ha nem hozom vissza hozzád, egész életemben viseljen vétkem terhét apám előtt. Ezért hadd maradjon itt a te szolgád e fiú helyett uram rabszolgájaként, ez a fiú pedig menjen el testvéreivel. Mert hogyan mehetnék el apámhoz, ha ez a fiú nincs velem? Nem akarom látni azt a bajt, ami apámat érni.